Na, sziasztok! Üdvözletem minden más a térdől, Kőbányáról. Ez egy rögtönzött kis vlog videó lesz, de errefele jártam, akkor ezt megmutatom nektek. Itt volt az egykori, hát úgymond félig elkészült metróállomásnak a hűlt helye. Ennyi maradt belőle. Elmondották, ennek annyi volt a története, hogy terveztek ide egy metró szájvonalat a stadionoktól, Kőbánya felső érintésével, hogy majd itt lesz a végállomása. De az állomás épület elkészült, az aluljáró rendszer is elkészült, a metró viszont soha. Tehát gyakorlatilag ez egy olyan metró állomás volt, ahol soha nem állt meg metró. Később a romló közbiztonság miatt, meg a KOSZ, meg a Csuba miatt az aluljárót is lezárták. Úgyhogy egyébként ott látszik, az volt az egykori aluljáró kiállata. Ott látjátok. Hát simán le van fedve egy lappal, a többit már eltüntették a környékről. És ezt tavaly, valamikor tavaly össze kezdték el bontani, hát már szerintem több hónapja le van bontva, hát egyelőre még semmi nincs a helyén, így néz ki. És ott egy picit még megnézhetjük erről is, de hát járjuk körbe, szerintem most úgy is ráérek. Egyébként teljesen más miatt jöttem kerülő úton errefele. Azt majd szerintem egy későbbi videóban fogjátok látni. Reményeim szerint oda is legalább a kerítésen keresztül meg tudok nektek mutatni egy érdekességet. Úgyhogy nézzétek meg, megnézzük a túloldalról is. Másik oldal, így néz ki, még ott megpróbálok fölmenni. Mivel lépcső van és lámpa nincs, így biciklivel nem lesz egyszerű, de mindjárt valahogy megoldjuk. És remélhetőleg akkor majd onnan is meg tudom nektek mutatni. Egy kézzel így akkor biciklistől feljöttünk, oké. És akkor mehetünk tovább. Hát így néz ki a másik oldalról. Egyébként, mintha úgy emlékeznék, hogy az lett volna az eredeti terv, hogy park lesz a helyén. Gondolom még a törmeléket, meg itt a sittet nem hozták el, hát tudom, hogy jó munkához idő kell mondhatni, szalaphoz meg még több, hát meglátjuk. Nem járok rendszeresen erre, úgyhogy nem biztos, hogy azonnal meg tudom nektek mutatni, hogy itt bármi történik, de azért megnéz. Meg hát, hogyha bármelyik őtök erre jár, és azt látja, hogy bármi változott, szóljon, és akkor majd amint lehet, akkor kerülök egyet errefele. Mert igazából egy kerülettel odébb lakom, de ez gondolom már azért tudjátok, nem annyira nagy titok. Egy Kőbányától egy picivel arrébb egy kerülettel. Hát ennyi lett volna akkor. Ez csak egy ilyen kis rögtönzött vlog. Szerintem ez így, ahogy van, vágatlanul fel is fog menni. Tényleg ennyi jelenséget, itt ott jár a 3-as villamos. ...2211-es CAF típusú villamos volt éppen. De aki rendszeresen néz a videóival, szerintem ezt már tudja. Igen, csak ilyen közlekedésmániások a célközönségeim. Hát akkor egy ilyen ennyi. Köszönöm, hogy ezt is megnéztétek, és hát nyilván, de nem is kell a többit mondanom, lájkoljátok, diszlájkoljátok, iratkozzatok fel, kommentáljatok, szólítsatok le az utcán, hívjatok meg esőre, tök mindegy, amit akartok. Jó, sziasztok!